Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A Komáromi Református Egyházközség első alkalommal rendezi itt városunkban az ökumenikus kórus találkozót, melynek a református templom lesz a helyszíne. Máté Lászlóval beszélgetünk, a Komáromi Református Egyházközség lelki pásztorával. Ki volt ennek a rendezvénynek a megálmodója, és milyen céllal jött létre ez a rendezvény? Tény, hogy a különböző felekezetek kórusai közös szolgálatának már több mint 20 éves hagyománya van Komáromban. Általában ökumenikus alkalmakon, egyetemes imahét, illetve a reformáció ünnepen már gyakorta előfordult, hogy az evangélikus, korábban a baptista és a református gyülekezetek kórusa külön-külön is és együtt is éneket az ünnepi alkalmakon, illetve advent és bőti időszakban az evangélikus és a református kórusnak volt már közös szolgálata, tehát ez több mint két évtizedes hagyomány. Szintet lépett a ökumenikus kórus mozgalom, a szabad ilyen nagyzolósan fogalmaznom, azzal, hogy a legutóbbi két januári egyetemes imahét alkalmával a római katolikus gyülekezet kórusa is nem csak résztvevője volt az estéknek, hanem szolgálója is. Ezért elején a város kereste meg a komáromi egyházi kórusokat azzal az ötlettel, hogy a március 15-i ünnepélyen a himnusz évfordulójával összekapcsolva az ünnepélyen a himnuszt a három kórus közösen énekelje több szólamban. A közös próbák valamelyikén vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne egy kicsit komolyabbá is tenni ezt a közös munkát, és szót követett, és nagyon hamar találtunk egy dátumot, a Szentháromság vasárnap előtti szombatot, amelyik mind a három felekezet kórusának megfelelő. És így jött létre maga a rendezvény, amelynek, hogy hallottuk a bevezetőben, első alkalommal a református gyülekezet lesz a házigazdája. Az evangélikus, a katolikus és a református gyülekezet kórusa lesz együtt. Annyiban lesz több ez a korábbi alkalmakhoz képest, hogy mindegyik kórusnak lesz egy 4 óra 20 perces saját műsora, és aztán, amikor ezt elénekeltük, akkor mind a három kórus ajánlhatott egy összkari művet, és ezt a három összkari művet a végén közösen el fogjuk énekelni. Ez tehát körülbelül egy olyan órás, bő órás alkalom lesz, ami nagy biztonsággal mondható, hogy nem csak a kórustagoknak lesz különös élmény, hanem azoknak is, akik szeretik az egyházi kórus muzsikát. Nevezhetném akár az első ökumenikus zenés állítatnak is ezt a mostani együttlétet, hiszen egymás repertoáriából is válogatnak a felekezetek. A katolikus kórus például énekelni fog Bach korát, ugye Bach protestáns zeneirodalomnak a kiemelkedő alakja. Mi a református kórusban reformáció előtti reneszánsz szerzők művét is fogjuk énekelni, úgyhogy egy kicsit meg is fogjuk élni, meg is fogjuk valósítani azt az ökumenét, amelyről nagyon sok szó esik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a zenében, az énekkincsünkben mindennapos gyakorlattá lett az ökumené. Az, hogy alkalmakat szervezünk, hogy közösen imádkozzunk, azok még csak egy évente egyszer-kétszer adódnak, de legyen szó ifjúsági énekekről, vagy akár felnőtt kórusok műsoráról, már gyakorlatilag valóság az ökumenikus éneklés, egymás énekeit, egymás dalait énekeljük. Mely napon és hány órától kezdődik majd a műsor? Június 3-a, szombat, délelőtt 10 órakor kezdődik a találkozó a református templomban, a Jókai téri református templomban. Egy körülbelül egy órás alkalom, mindenkit nagyon sok szeretettel hívunk és várunk.